Szeress, amíg szeretni tudsz. Rohan az élet, előre hiába futsz. Múlandó a szépség, múlandó a báj, elmúlik minden, ami szép és fáj. Múlnak az évek, múlnak a gyönyörök, elmúlik minden, csak a szeretet örök. Kedves barátaim, nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Klubtársaim, nagy szeretettel köszöntöm a meghívott vendégeinket. Örülök, hogy együtt ünnepelhetjük a 10 éves évfordulónkat. Ma 23 klub van itt körünkben. 22, mert egy sajnos betegség miatt nem tud eljönni, önnékük javulást kívánunk a pécsieknek. Nagyon köszönöm, hogy mindjárt elfogadtátok a meghívásunkat. Most felkérem Ivanov Gyurit és Jákó Irénkét a zászlónk behozatalára. Utána énekeljünk el rögtön a himnuszt. Köszönöm. Hogy elfogadták a meghívásunkat. Kérem, adják elő műsorukat.
sort. Nagyon ügyesek vagytok. Hát nem mentek már most előttem, azt szerettem volna nekik mondani, hogy további jó tanulást kívánunk nekik, majd szeptemberben az iskolában, mert ők a nagy csoportos sok, akiket mindig patronálunk ebbe az óvodába. Szeretném köszönteni kedves vendégeinket. Nagy-nagy szeretettel köszöntjük Herceg Zsolt polgármesterünket, mindkettőjüknek szeretném megköszönni a nagy támogatást, anyagi támogatást, amit felé nyújtottak, a nagy szeretetet, odafigyelést, amit tőlük kapunk. Köszöntöm Horváth László urat, a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének elnökét. A Vasutas Nyugdíjas Klubok elnök helyettesét. Mindkettőjüknek szeretnénk megköszönni az anyagi támogatást, a lelki támogatást, a barátságot, a szeretetet, amit nyújtanak felénk. Köszönjük! Köszöntöm, de most még nem érkezett meg, Boldog István urat, országgyűlési képviselőt és munkatársait, meg fognak jönni nem soká. Akik egy szóra segítettek, köszönjük nekik. Sajnos Sárvári Attilát, a Mezőkőri állomás főnököt, a munka elszólítottan nem tudott eljönni. De ő is patronálja a klubunkat, amit még is köszönjük. Metzger Krisztinát, képviselő asszonyt is köszönteni, de ő is a munka kapcsolat munkával van. Nem tudott ő is eljönni. Kölcsönösen segítjük egymást, együtt visszítjük mindig az állomást. Nagyon jó baráti kapcsolatban vagyunk vele. Bordás László urat, a Szabadidő Központ igazgatóját, ő, aki nem fogadta el mint tekívásunkat, de munkatársai itt vannak, és őket is köszöntöm, a tévéseket, és itt volt Marci, segített a hangosításnál, őnék is köszönjük. Köszönöm, köszönteném Dobos házaspár, a szőlőfő tulajdonosát és a séfüket, Szabó Tibort, akinek köszönhessük majd a finom ebédet, támogatást, amit felénk gyújtanak, nem csak most, hanem az egész évben. Köszöntöm Kunzsék Mondékat itt, aki részese volt a megalakulásunknak, sokat segített az elindulásnál. Minden kedves vendégnek köszönöm a barátságot, a szeretetet, amit kapunk. Most köszöntöm a testvérklubok vezetőjét és klubtagjait. Engedjétek meg, hogy nem mondom ki, hogy a Szolnokra Rákóczi Ferenc, hanem csak úgy mondom, hogy Szolnokról a vezető Kis Rigó Bizukár és kultársai. És így köszönjük meg a Kédegyházáról Pápai Ferenc és kultársai. És így megemlékem Lugosi házaspár barátainkat, aki elejétől fogva nagy-nagy szeretettel fogadjuk és barátként kezeljük egymást. Csongrádról, Füzesi Feri, feleségük Magikát, a kertbarátunkból, jöttek Szénás Imrék és Tudtagjai. Békés Csabáról, Valeszné Vagyonmai, és az új klubvezető, Piska István és Tudtársai. Szajóból, Mórák Barcsi és Tudtársai. Szegedről a volt klubvezető Pókai Névarnikát és klubtagjai a klubvezetőknek a felnőtt. Szentesről Kánási Erzsikét és klubtagjai. Szeretésből Nagy Máténé Izuka nem tudott eljönni, de a kutatását Marikát megszeretettel és a másik kutatását
Zöld Szemítósról, Molnárnyi Maripát és Sztusztársait. A Kiskerítési Klubok vezetője, Molnár Sanyi és a Lokomotív Klub vezetője is. Köszönöm, és a társadalom is köszönöm, Sztusztársait. Öcsödülő Szótné Esztikék és Sztusztársait. Képvalóan Kepszésnék irát, de ő se tudott elműzni, hanem Kepszésné Erzsikék és Sztusztársait. Mester Szállású, Szaszkó Mátyás Némarkikát és Sztusztársait. Mezőkékről Kecse Lajosné és Sztusztársait. Most a mezőszóriak jönnek, a Napsugárkóból Muha Panikát, és a Mókaéreket nagyon is itt, és Tudtársait. Olvasott körből Talóztainé Magdikát. Diakéres közból Torzsásné Icukát. Körösvölgyi természetvédelmi vezetőjét Dr. Kisányi Kisztát. A nagyobb hallók vezetőjét Trojtóné Rózsikát és társait. A városi nyugdíjasról vezetőjét Bacsiáné Icukát és társait. A Dumány Őrzőklub vezetőjét Kádárné Icukát. És nem utolsó sorban köszöntöm a tiszteletünk tagjait, és különben szeretettel köszöntöm a 10 éves klub tagjainkat. Tudják, itt ülnek elő, hogy tudják, hogy ki van. Egyúttal köszönöm tagjaink segítségét, hisz tudják, hogy ők nélkülük nincs klub éve. Köszönöm a sok sikereit, fáradozást, előkészületi munkákat. Külön szeretném megköszönni zenészünknek, Markónak és fiának a kis filmünket, amit elkészítettek számunkra. Majd fogadjátok nagy szeretettel. De most előbb felkérem polgármesterünket, köszöntsön bennünket. Köszönöm szépen a lehetőséget, tisztelettel köszöntöm a jubiláló klub vezetőjét, tagjait, kedves meghívott vendégeket. Örülök, hogy elnök úr és elnök helyettes asszony ismét itt van Mezőtúron, és ismét találkozhatunk. Szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Mezőtúr város önkormányzata számára nagyon fontosak a nyugdíjas klubok. Mindig ott vagyunk a rendezvényeken, hogyha az időnk megengedi, akkor ezeken az eseményeken megjelenünk, és nem csak az ilyen ünnepi alkalmakkor, hanem az egyéb klubfoglalkozásokon is, és folyamatosan tájékoztatással vagyunk az önkormányzat életéről, arról, hogy mi történik a városban. Természetesen amellett, hogy mi elmondjuk a fontos információkat, számítunk az időskorúak véleményére és kritikájára is, hiszen az az élettapasztalat, amit önök az életük során felhalmoztak, az nagyon fontos számunkra, és hát időnként kapunk is kritikákat és hasznos információkat, amelyeket aztán a munkánk során figyelembe veszünk. Én nagy tisztelettel szeretnék gratulálni ehhez a 10 éves jubileumhoz. Azt ígérem, hogy az önkormányzatunk továbbra is önök mellett fog állni és segíteni fogja azt a munkát, azt az összetartozást, azt az összetartást, amelyek önök 10 évet valósítanak meg, és ezáltal az egyik értékes közösségét alkotják Mezőtúr városának. Nagyon örülök annak is, hogy ilyen sok barátjuk van, és köszönöm mindannyiuknak, hogy a jubilálókat megtisztelték azzal, hogy eljöttek erre a mai ünnepségre. Ugye hallhatták azt is, hogy itt Mezőtúrról is szép számmal vannak klubvezetők, klubtagok jelen. El kell, hogy mondjam a tisztelt vidékről érkezett vendégeimnek, hogy nagyon jó a klubok közötti kapcsolat is, amelynek én külön örülök. És hát azon leszünk az önkormányzat részéről, hogy a klub életet minél jobban színesebbé tudjuk tenni, természetesen anyagi támogatással is, de egyéb módon is segíteni kívánjuk a munkájukat. A 10 éves jubileum alkalmából kívánok önöknek nagyon jó erőt és egészséget, kívánom azt, hogy sokáig összetartsanak még, ápolják a barátságot,
és hát a mai naphoz mindannyiuknak nagyon jó szórakozást kívánok, és a külvezető asszonynak át szeretném adni ezt a kis csokor virágot, megbecsülésünk és szeretetünk jeléül, és Isten éltesse sokáig nagy egészséget kívánok. Köszönöm szépen Önök a... Köszönjük szépen a polgármester úrnak a kedves szavakat, és mi is szeretnénk átnyújtani egy emléklapot, és fogadja szeretettel mellé ezt a kis. Köszönjük a támogatást még egyszer. Mindig számíthatunk az önkormányzatra, de ugyanúgy mi is részt veszünk a ünnepségeken, és ezúttal is fogjuk segíteni az önkormányzatot, ahogy csak tudjuk, és a város. Felkérem Horváth László urat, mondja el ünnepi beszédjét részünkre. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm polgármester urat, alpolgármester urat, minden kedves meghívott vendéget, és nem utolsóban titeket, nyugdíjas társaim. Én mezőtúrra már úgy jövök, mint aki hazamegy. Hát először is ugye van itt mezőtúron szövetséghez tartozom, hat nyugdíjas klub, itt a környékből a kistérség tagjai, Mezőhék, Kékó, Öcsök, Mesterszállás. Tehát elhiszitek ugye azt, hogy én már idehaza érzem magam, annál is inkább, mert kezdettől fogva, amikor az első klub tagja lett az Országos Szövetségnek, az önkormányzattal folyamatosan jó kapcsolatunk van. Engedjétek meg, hogy elmondjam ünnepi gondolataimat, illetve felolvassam, mert az íráshoz fegyelmező erő, ilyenkor el szoktam egy kicsit kalandozni, ha nem kötött szöveg van. A jubileum alkalmából köszönet és főhajtás mindazoknak, akik önzetlenül álltak és állnak a nyugdíjasok szolgálatában. Az idősek számára az összejövetelek, az ünnepek és a klubnapok igazi kikapcsolódást jelentenek. A közösségi összetartozás érzése, a vígságon eltöltött órák felemelőnek. A közösségi élet, a klubélet segít fenntartani, megőrizni a test egészségét, a szellem frissességét, a lélek nyugalmát. Mert a közösség és társ nélküli öröm éppen olyan sorvasztó, mint a visszhangtalanná vált bú. Maga az emberi lét is a közösségre épül. Az emberi lét nem más, mint az egymást követő nemzedékek kapcsolatának hálózata, melyben minden korosztály, így a nyugdíjas korosztály is meghatározó láncem. A nyugdíjasok közössége csak úgy tud jól működni, ha a klub vezetősége tele van tenni akarással, rendelkezik kellő emberismerettel, életbölcsességgel és mások iránti felelősséggel. Ez a közösség csak akkor életképes, ha vezetésnek van ereje, energiája másokért, a társakért, a nyugdíjasokért, az idősek közösségéért dolgozni. Fel kell tenni a kérdést, milyennek kell lenni a klubvezetőnek. A klubvezető olyan ember legyen, aki jól tudja, mi az idős ember lelki egészségének alapfeltétele, hogy meghallgassák örömét, bánatát, hogy gondolatait megoszthassa valakivel, hogy szeressék és tiszteljék őt, mint embert, és nem utolsó sorban, hogy jó közösséghez tartozzon.
Értelmes elfogadtságot is kell biztosítani az idős embereknek, ide tartozik például a kulturális tevékenység, benne a népi, nemzeti, települési hagyományőrzés, az egészségmegőrzés, a természetjárás, az életteret adó környezetünk védelme is. Egy szóval egyel többet kell tennünk az idős emberek életminőségének javításáért. Segítséget kell nyújtanunk, hogy ne a magányosság nehezedjen rájuk, a magány ne rövidítse meg életüket. Köszönet és elismerés hangján kell szólni a klubvezetés munkájáról és azokról a klubtagokról, akik segítették a közösségi élet mindennapjait, és a haladó idővel lépést tartani tudásukért is. Hiszem és vallom, hogy a rohanó, gőgös, elgépiesedett fogyasztó társadalmunkban, a globalizálódó világunkban keresni, meglelni, majd megbecsülni kell az élet értelmét, amelyben a szeretet, az öröm, a másikért és másokért tevékenykedés teszi az életet emberivé, rangossá. Életünk értékeit magunkba hordozzuk, de kiegyensúlyozott boldog ember csak az lehet, aki képes a maga kincsével a másik embert is felvíjítani, gazdagítani. Hogy az élet ne sodorjon bennünket lehulló falevélként, hanem mi is alakítsuk sorsunkat, céljaink kell, hogy legyenek, és vannak is. És akinek van miért élni, könnyebben veszi az akadályokat is. Engedjétek meg, hogy rövid keresben sűrítve mondjam el záró gondolataimat. Rövid már ahhoz az életünk, hogy évtizedekre tervezünk. De nem vagyunk túlkorosak ahhoz, hogy szeressünk. Ha szeretünk, akkor kell, hogy legyen célunk, és ha célunk van, kell, hogy legyen megélhető álmunk. Ha együtt van fiatalos lendületünk, gondolatunk s vágyunk, miért ne valósulna meg célunk s álmunk? Köszönöm a kitartó figyelmeteket. És engedjétek meg, mondtam, hogy szívesen jövök Mezőtúrra, mert itt mondhatni az ország egyik legjobb olyan település, ahol évtizedeken keresztül már a nyugdíjasok és az önkormányzat jó kapcsolata van. Ünnepélyesen engedjétek meg, ugyan tavaly történt, de bejelentsem, hogy az Országos Szövetségünk közgyűlése által alapított aranyplakett kitüntetésben részesült Mezőtúr város polgármestere Herceg Zsolt úr tavaly a nyugdíjasok országos. Nem volt hallani, hogy most is töretlen a nyugdíjasok és az önkormány között bizalom, és segíteni tudás, és segíteni akarás a polgármester úrnak és önkormányzat minden dolgozójának, és hát a Mezőtúr és környéki nyugdíjasoknak is kívánok nagyon sok jó egészséget, tiszteletet és szeretet az életükben. Engedjétek meg, hogy az Országos Szövetségünk elnöksége nevébe egy célra megújított emléklapot adjak át a klubvezetőnek, a klub tagjai részére. Tekintettel arra, hogy mindig szeretetről, tiszteletről szoktam, és kell is, hogy beszéljek, ezért soha el nem múló tiszteletünk jeléül élő virágot is
hadd nyújtsak át a klubvezetőnek, azzal, hogy kívánunk neki sok erőt, egészséget, ugyanezt a klub vezetésének, továbbra is ilyen eredményesen vezessék a klubot, és továbbra is legyen ilyen jó közösségi érzés, idejönni közétek, látni azt, hogy tudtok és akartok együttműködni. Köszönöm a figyelmet! Köszönöm a kedves szavakat, a támogatást. Reméljük, sokáig fogjuk még együtt ünnepelni, fogunk együtt ünnepelni, a rendezvényeken együtt részt venni. Most fogadjátok szeretettel az emléklapunkat, és egy-egy kis ajándékot mellé. Most szeretnénk a kisfilmünket lejátszani. A 10 évünk van benne. Fogadjátok nagy szeretettel. Következőben majd, aki hozott szalagot, majd jöjjön és kösse fel a végén, ha vége a műsornak. És ha szeretne köszönteni, akkor majd azt megteheti. Most akkor figyeljetek, mi a műsort úgy tudjuk leadni, hogy csak vetítünk. Mi nem vagyunk színjátszókör, tudjátok, hogy ilyen műsort tudunk most adni nektek. Fogadjátok nagy szeretettel tőlünk. Magányos éjszakákon át ugyanúgy vártam egy nagy igazi csodát. Te voltál az, akit úgy vártam. Barátok, amíg élünk, téged sose hagylak el. Megkaphatsz mindent tőlem, mindent, ami kell. Örök ki egymás mellett, egymásé leszünk. Barátok, amíg élünk. Viharban, napsütésben melletted leszek. A világ együtt fogja tudni a nevünk. Barátok, amíg élünk. Sorsunk egybefor. Együtt megyünk tovább. Az élet viharában te vigyázol rám. Köszönöm, hogy szeretsz, s hogy hiszel bennem, s hogy megosztod az életed részét velem. Emlékezz, kérlek, úgy, ahogy én. Barátod voltam, s te jó barát. Szebb volt a szép akkor, több volt a fény, s velünk volt boldog az egész világ. Sok szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves meghívott vendéget, klubtársakat. Emlékezni gyűltünk össze. Az emlékezés pillanataiban mindig vegyes érzések járják át szívünket, mert ha emlékezünk, akkor már biztosak lehetünk abban, hogy átéltünk szép dolgokat, szép pillanatokat, melyekre olyan jó visszagondolni. És találkoztunk olyan kedves emberekkel, akikkel megéltük-e vidám perceket,
akikkel szeretettel tekintettünk egymásra. De az emlékezés egyben valaminek az elvesztése is. Egy szép pillanatnak, egy barátnak, egy társnak, vagy egy átélt szép, csodálatos napnak. Ezért mindig vegyül egy kis szomorúság, valami keserédes hangulat az emlékezésbe. Ma mégis emlékezni szeretnénk. Mégpedig a Tisztelet Nyugdíjas Klub megalakulásának elmúlt 10 esztendejére. Ha visszagondolunk a kezdetekre, számunkra is hihetetlen, hogy ilyen észrevétlen elröppent az elmúlt 10 év. Hiszen annak idején a Lokomotív Vasutas Nyugdíjas Klubból kiválva egy maroknyi baráti csoport, néhány kedves ember úgy határozott, hogy saját elképzelésüket, vágyaikat követve egy maguk által megálmodott klubot hoznak létre. Sorra felkeresték a nyugdíjas vasutas régi ismerősöket, akik szívesen csatlakoztak ehhez a kis, vidám, baráti társasághoz. Így 22 fővel 2006. április 26-án megalakult a klubunk, melynek a Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub nevet adtuk. Hogy mi volt a célunk? Az, hogy tagjainknak nyugdíjas életét színesebbé tegyük, hogy baráti kapcsolatok alakulhassanak ki, hogy közösen szórakozhassunk a rendezvényeket, együtt járjunk kirándulni, fürdeni, a társklubokon át bővíthessük emberi kapcsolatainkat, hogy hasznos elfoglaltságot találjunk magunknak, hogy életünk alkonyán ne a betegségeinkkel legyünk elfoglalva, hanem megmutassuk, hogy 70-80, sőt 90 év felett is van élet, hogy még számunkra is ad a sors lehetőségeket, hogy még szüksége van ránk a világnak. Megpróbálunk családias légkört, meghitt hangulatot teremteni a nyugdíjas vasutasoknak, a klubtagoknak. Makai Józsit választottuk meg klubvezetőnknek, akit úgy gondoltunk, hogy rátermettségével, vezetői tapasztalataival, határozottságával méltó vezetőjévé válik kis klubunknak. És nem csalódtunk, hiszen kitartásával és sok-sok szeretettel, odaadással igen magasra emelte klubunk színvonalát. Sajnos már nem lehet közöttünk, de olyan biztos alapokra helyezte egy csoportnak sorsát, olyan támpillére volt ő a kezdetektől életünknek, amely által az ő örök távozása után is talpon tudtunk maradni. Megalakulásunktól kezdve tagjai vagyunk a Vasutas Nyugdíjas Klubok Országos Szövetségének, a szövetség vezetőségének, különösképpen Horváth Lászlónak, a szövetség elnökének nagyon sokat köszönhetünk, hiszen első perctől éreztük együttműködő, jóindulatú támogatását. De kölcsönös jó kapcsolatban állunk a városi vezetőinkkel is, Herceg Zsolt polgármester úrra és Batta Attila alpolgármesterünkre is mindenkor számíthatunk. A jelenlegi vasúti állomás főnökkel és az aktív dolgozókkal is különösen kiegyensúlyozott a kapcsolatunk. Ezúton is köszönjük, hogy helyet biztosít számunkra rendszeres összejöveteleinknek, szívesen részt vesz vidám rendezvényeinken is. Felsorolni is sok, hogy mennyi klubbal állunk nagyon szoros kapcsolatban, baráti viszonyban. Megpróbálom sorra venni, mely települések, mely klubok tagságával vagyunk nagyon szoros kapcsolatban. Olyannyira, hogy már várjuk, hogy találkozhassunk, jókat beszélgetünk velük, nevetgélünk, és akadnak olyanok is, akik a klub életen túl a magánéletben is keresik egymás társaságát,
olykor igaz, őszinte barátságok szövődnek rendezvényeinken. Olykor igaz, őszinte barátságok szövődtek. Akikkel rendszeresen összetartunk, Szolnok, Török Szent Miklós, Kétegyháza, Szentes, Csongrádon két klubbal is, Szajol, Békés Csaba, Szeged, Karcag, a budapesti Törekvés Klub, de a távolabb élő pécsiekkel is mindig keressük a kapcsolatot. A Mezőtúri Városi Nyugdíjas Klub, a kistérségi klubokkal, Lokomotív, Mesterszállás, Öcsöd, Kétpó, Mezőhék, Napsugárklub, Diabétesz Klub, Túri Olvasókör, Körösvölgyi Természetjárók, Nagyot Hallók, Hagyományőrzők. Kölcsönösen látogatjuk egymás rendezvényeit, de részt veszünk a városnak minden megmozdulásán, a városi rendezvényeken. A lokálpatriótákkal karácsonykor, húsvétkor feldíszítjük az állomást, a május elsejei ünnepségen és a Turimuri rendezésében segítünk, számtalan kiránduláson vettünk részt, eljutottunk Ópusztaszerre, Vácra, Pannonhalmára. Egy klubtársunknak, Tóth Bandinak meghívására a Körösparton bográcsoltunk, voltunk Szegedi Palinál, Budapesten a Tropikáriumban, Szegeden, az országos nyugdíjas Kimitudon egymásnak drukkoltunk Harkályban, eljutottunk Hajdúszoboszlóra, a Lengyel-Magyar Barátság Expresszel kirándultunk, de együtt megtekintettük Kenderes nevezetességeit, a Horthy kastélyt. Tavaly nyáron pedig együtt voltunk Nagyvizsnyón, ahol visszaidéztük a régi úttörő táborok hangulatát. De a közös rendezvények, a zenés, táncos mulatságok, a farsangi bálok, a közös főzések mind-mind vidám, önfelett pillanatokkal ajándékozták meg az olykor megszürkült hétköznapjainkat. Lelki táplálékot jelentettek számunkra. Jelenlegi vezetőnk, Kovács Istvánné Pösszike mosolygós, bűbájos lénye, jóindulatú, önzetlen, mindenre odafigyelő gondoskodása nagyon pozitívan hat a klub életére, tagjaink aktivitására. Köszönjük ezúton is áldozatos, fáradtságot nem kímélő munkáját. És a városunkban élő gyermekekkel, az utódokkal, köztük az újlaki óvodásokkal évek óta jó kapcsolatot ápolunk. A közösen eltöltött szép karácsonyok, a minden évben megrendezett anyák napja, meghitt hangulata, a gyermeknapok, a farsangok, a sportnapok, a kicsik megható műsorai, mind-mind sok szép, kellemes pillanattal örvendeztetik meg szívünket. Legutóbb részt vettünk a térségi esélyteremtő programterv előkészítésében, és számtalan városi történelmi megemlékezésen. Most pedig szeretnék megkérni mindenkit, gyújtsa meg a mécsest azokért, akik már sajnos nem lehetnek itt közöttünk, de úgy gondoljuk, igazából örökre itt lesznek velünk, hiszen emléküket mélyen a szívünkbe zártuk. Makai Józsi, Tóth Sándor, Gonda Máté, Kabai Ferenc, Szabó János, Zugor Györgyné, Kabainé Rácz Gizella, Kun Zsigmond, Szegedi Pál, Kádár István. Thank you.
jóleső büszkeséggel tölt el bennünket, hogy immár 10 esztendeje működik-e kedves, összetartó, vidám emberekből álló klubunk, a Tisztelet Vasutas Nyugdíjas Klub, amely értékes, tartalmas tevékenységével kiemelkedő színfoltja városunknak. Az elkövetkezendő éveihez a klub vezetőségének és tagságának kívánunk jó egészséget, munkájukhoz pedig sok erőt, kitartást és sikereket, hogy még nagyon sokáig megélhessük együtt önfelett vidám perceket. Kérném szépen, hogy aki úgy gondolta, hogy megtisztel bennünket egy szalaggal, az jöjjön és kösse fel az ászlónkra. Én Amarból van a 10 éves jubileumi ünnepet jöttünk ünnepelni. Én nagyon megköszönöm a meghívást, és nagy örömmel jöttünk. A Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Klubból 10 éve követlen a barátságunk a Tisztelet Klubban. Hát én előtte olyan sok szép mindent elmondtam, hogy itt a bemutatón sokat nem tudok mondani, de azt kívánom mindenkinek, minden nyugdíjas társamnak az elkövetkező évekre jó egészséget, és azt kívánom, hogy még egy párszor ünnepeljük együtt majd a Tisztelet Klubba jubileumi ünnepet. Szeretettel köszönöm én is mindjárt legyenek a képekházban mindenki nevében. Hát mi az első naptól a 10 évből Lugas Júzsuska barátom és a Makai Józsi barátság által minden évben itt vagyunk, nélkülünk nem tudtak rendezvényt tartani, és engedjétek meg, hogy a Egyházi Polgármester aztán parkolik a nevézés, amit megkívtak a köszönetjét küldet és a polgármester úrnak is. Ez sajnos a munka beosztása mérhez, hogy gratulálok nektek, és nagyon-nagyon szívesen csinálják. Köszönöm. Kedves barátaim, fájó szívem, ugye gondolunk a klubvezetőnek, és én, aki itt voltam a kezdettől kezdve, és sokat gondolok most is, de bízom abba, hogy jó kezekben van ez a klub. És szeretném a benneteket is visszaemlékezni, emlékeznétek Józsira és az ő munkásságára, hisz ha jól meggondoljuk valamikor, hogy ezt kivált egy klub, és ő ezt szervezte, és imádta csinálni főleg.
mi első perctől kapcsolatban állunk, és remélem, hogy a következő időkben is a két egyházi klubban ugyanilyen szoros barátság szövődik. Köszönöm szépen! Köszönjük József Attila nyugdíjas klub nevében. Mindenkit nagyon nagy szeretettel köszöntök, minden klubtársamat. A 10 éves évfordulóra szívből gratulálok Röszikének. Mindig örömmel jövünk hozzájuk vendégségbe, és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig vezetve a klubot, erőbe, egészségbe. A ma délután jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen! Egy is a szép szó után mit is lehet mondani? A mi klubunk 2 év múlva 45 éves lesz. Azt hiszem a legjobb kívánság, ha azt mondom, ünnepeljétek meg a fennállás 45. évfordulóját, gyarapodjon a filmanyagotok nagyon sok szép emlékkel, gyarapodjon a zászlótok sok szép szalaggal, a köszöntéssel párhuzamosan mi is felkötöttük a szalagot, és mi békességben, szeretetben találkozunk nagyon sokszor. Gratulálunk a 10 évhez Pöszikének, és nagyon sok jó egészséget kívánunk mindenkinek a napsugár kultúra. Drága Pöszikém, és tisztelet! A szakmai ártalom, legyen célotok, legyen erő, egészség, és legyen miben összegyűjteni az emlékeiteket, és egy kis boldogságkordon. Nagyon sok szeretettel hozom a klubunk szeretetét és üdvözletét, és gratulálok. Bocsánat, segítség lesz, majd összeadom a szeretetet. Köszönöm szépen. Minden jót, mert A Mezőhegyi Világ Nyugdíjas Klub minden tagja nevében szeretettel köszöntök mindenkit, és külön nagy szeretettel és tisztelettel vagy köszöntsem a tisztelet klubosokat, mivel hogy a 10 évet már megérték, és majd mi is igyekszünk utána. És még kívánom a klub összes tagjának, Pöszikével egyetemben, kiváló munkát, jó egészséget, és azt kívánom még mindannyiótoknak és magamnak is, különösképpen, hogy még nagyon-nagyon sok ilyen jubileumon találkozunk, ilyen szeretettel és barátsággal. Marika! A csokládegetítés nyugdíjas klub nevében köszöntöm a 10 éves klubot. Hát 2009 óta ismerjük egy... 2009 óta ismerjük egymást a klubvezetővel. Volt olyan szerencsém is, hogy Csongrádon egy alkalommal nálam töltöttek egy éjszakát az én házamban. Nagy szeretettel gondolok rájuk mindig, Pistire is, ő rá is. És hát a mikrofon még nincs 10 éves, de most már megkezdtük a visszaszámolást, ugyanis 7 évesek voltunk, hát 3-2-1, és szeretnénk ezt mi is megünnepelni, és meghívni őket, ugyanúgy, mint meghívták a csongrádi klubokat. Nagyon sok jó eredményt kívánok ezután is.
tudom, hogy mondjak, mit mondjak neked, csak azt mondtam, hogy gratulálok, és remélem, hogy majd én is megérem ezt, hogy 10 éve gratulálok neked. Mezőgyőri Városi Nyugdíjas Klub nevében nagy tisztelettel köszöntöm a megjelent kedves vendégeket, és külön köszöntöm az évfordulóját ünneplő nyugdíjas klubot, tisztelet nyugdíjas klubot, és kívánok erőt, egészséget a további működésünkhöz, és több ilyen sikeres évfordulót érjetek meg, hogy még sok számos rendezvényről halljunk számlálást. Együtt egy másik nyugdíjas klub részéről nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük minden kedves résztvevőt. Szeretettel köszöntöm a 10. évfordulója alkalmából a tagságot és Kovács Istváné Töcikét, klubvezetőt. Kívánom, hogy sok boldog órákat töltsetek el együtt a klub rendezvényein, hasznosan és egymást megértve, szeretetben és jó egészségben. Az Együtt Egymásért Nyugdíjas Klub részéről mesterszállás. Ezt átadom, ezt a kis emléklapot. A fenkép az otthon maradt, de majd egy csoportképen fogjuk kapni. Azon kívül, hogyha megengeditek, szeretnék felolvasni egy verset. Élő Biblia, Farkas Eleonora. Eleonora verse, közelebb. Rejtett képek jönnek az évhajlatára, lepereg életünk, létünk Bibliája. Változik a színtér, más lett a szereplő, ám egy titkos úton összefut a kettő. Lapozd fel a könyvet, vizsgáld meg a szíved, általad íródnak újjá események. Lehetsz kéjelgő úr, avagy gonosz szolga, lényed tudni fogja, mikor mi a dolga. Élő örömhírként járszkálsz a világban, akár meseként állsz, avagy bolyongban, bolyongsz a homályban. Arra indulj, merre Isten szava biztat. Napjaid egész piros hajnal virad. Talán meg is kérnek, hogy gyújtsál világot, hunyorgó fényektől kapnak ők is lángot. Hátra ne nézz, ha az ellen szórna átkot, kicsi mennyországját, alkosd a világot. Valóság lesz az álmod. Sok szeretettel! És még annyit, hogy tiszta jó és jó, tiszta és jó, és egy kézfogásról érezzék az rólad, hogy jót akarsz, te is tiszta jó vagy. És a tekintetünkkel, mint egy segítség, szép dolgok jössz, és érdemes lesz. Horváth László, Országos Nyugdíjas Szövetség elnökét,
És akkor jött az a szikra, hogy Mezőkúron nincsen a Vasutas Nyugdíjas Szövetséghez tartozó és Vasutas klub, és alakítsuk meg a klubot. Ebben nagyon jó partnerre találtam a Vétóbbani szakszervezet, mivel oda meg férjem által 26 éve már jártunk kirándulni, nagyon jó kis társaság volt, sajnos én is könnyeztem, mert nagyon sok vasutas ellen már közülünk, és nagyon jó kis csoport volt. És akkor lehívtuk a horvát urat, megalakítottuk a klubot, de amit mi elterveztünk, azt a tiszteletet, azt a szeretetet, azt a, amikor betegek, akkor is törődjünk a másikkal. Ezt a klubot csak a tisztelet nyugdíjas klubnál tapasztaltam. És még mai napig is úgy látom. Úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem, és köszönöm, hogy meghallgattatok. Köszönjük ezt a megemlékezésről szóló pár szót hozzánk, a kedves szavakat. Köszönjük mindenkinek a kedves szavakat, hisz ez éltet bennünket, hogy egymást szeressük, egymáshoz jók legyünk, barátok legyünk. Én szerintem mi a Vasutasok Országos Szövetségével egy nagy család vagyunk, és szeretném ezt továbbiakban is, ha így működnek közöttünk. Most köszönjük a zászlókat, zászlón a szalagot, és mindenkinek nagyon jó érzés, vigyázunk rá, és tovább őrizzük a szeretetet, a barátságot, amit tőletek kapunk. Köszönjük még egyszer a jó kívánságot, és felkérlek benneteket majd, Gyuriék kiviszik a zászlót, és utána fogjuk meg egymás kezét, és énekeljük el, hogy szeressük egymás gyerekeit. Hogy mondjam el, egy percet még várjatok, hogy mindenkinek kívánok nagyon jó szórakozást. Érezze mindenki magát otthon, itthon, mi nálunk. Jó étvágyat az ebédhez, és utána jó szórakozást, tánc parketten. Köszönöm, hogy itt vagytok velem, köszönöm nektek minden. Minden szépet, jó a mai napra, és továbbiakban is. Thank you.
is, ennél szemben.